A Diósberényi napraforgó óvoda és a helyi iskoláskorú gyermekek műsora tette igazán meghitté a település karácsonyi összejövetelét, amely nem új keletű a falu életében, tudtuk meg a település polgármesterétől. Már évtizedes hagyománya van, sajnos a Covid járvány miatt most több évig ugye nem lehetett ilyen ünnepséget tartani és ilyen összejöveteleket. Hát ez minden év végén azért nekünk egy ilyen van, amikor nagyon komoly részvétellel is volt. Meghívás történt, de mindenki tudja, hogy van egy ilyen rendezvényünk, ez tényleg állandó jellegű. Ilyenkor mindig szerepelnek az ovisok, kicsit a helyi iskolások, meg hát mindig van valami vendégszereplő, aki egy kicsit emeli az ünnep színvonalát. Természetesen van mindig vendéglátás, és mindig ugye ez úgy szokott történni, amikor lezajlik a műsor, a kulturális rész, akkor kint az udvaron egy kis forradbor, kalács, sütemény. Most egy kicsit megfejeltük egy kis sült kolbásszal, meg még egy kis finomságokkal. Diósberény önkormányzata a kialakult energiaválság okozta anyagi teher miatt az idei ünnep alkalmával nem tudta a rászorulókat élelmiszeradománnyal segíteni. Az idén sajnos nem volt lehetőségünk, csak a szociális tűzifával tudunk segíteni a rászorulóknak. Sajnos minket is utolért a mindenféle energiaválság, és mivel rengeteg intézményt tartunk fent a településen, ugye 300-an lakunk már csak itt, és van egy nagyon komoly óvodánk, idősklubunk, hivatalunk, és ezeket még mind fűteni villanyszámla, és ez sajnos felemészti a tartalékainkat. A 2023-as év derekán pedig a jó kívánság sem maradt el a település vezetőtől. Reméljük, hogy sokkal, de sokkal jobb évet zárunk majd jövőre, mint most, mert az idei év egy pici szomorúság volt ebben a helyzetben. Legyen boldog mindenki, szélesebb világon. Itt is, ott is mindenütt, legyen mindig béke, szeretet lakozzon az emberek szívét. A település legkisebbjeinek ünnepi műsora igazi feltöltődést jelentett a rohanó, szürke hétköznapok után. A legkisebbek is bátran álltak ki a diósberényiek elé, hogy énekükkel színesítsék a délután műsorát. Mint minden más oktatási intézményben, így a helyi napraforgó óvoda mindennapjait is a szeretet ünnepére való készülődés szőtte át az utóbbi hetekben. A vegyes korosztályú csoport lurkói német ajkú településen élőként számos német dalt is megtanultak az elmúlt időszakban. A mai rendezvényre ugye másfél hete készültünk. Volt benne ugye magyar többségében most, mert nagyon sok a pici, de ugyanakkor német énekekkel, verssel is készülünk. Az óvoda német nemzetiségi, és egy olyan településen élünk, ahol több ezer német nemzetiségű ember lakott annak idején. A 2,5 évestől a 7 éves korú gyerekek is megtalálhatók az óvodánkban, ezért nem volt egyszerű, de mi ezt hozzá vagyunk szokva, tehát erről szól az életünk az óvodában. Én úgy gondolom, hogy nagyon szeretik, hogyha az óvodások megmutatják magukat, és minden rendezvényen leginkább az idősek, de ugyanakkor a szülők is nagy szeretettel várnak minket. Diósberény települési karácsonyát egy jó hangulatú zenés estel zárták, ahol a legkisebbek táncra is perdültek, amíg a felnőttek örömmel elegyedtek szóba az ismerősökkel, rokonokkal, barátokkal.